A vásárhelyi önkormányzat 740 millió forint összköltséggel 100%-os Európai Uniós támogatásból valósítja meg a Csongrád megyei rendőrfőkapitánysággal közösen a belváros rekonstrukciójának folytatását. Az infrastruktúrális fejlesztés mellett bűnmegelőzési programok is megvalósulnak, például egyik állomása az Ovizsaru program, amelynek tegnapi rendezvényét Vágó János települési képviselő nyitotta meg. Ennek a programsorozatnak a célja minél fiatalabb korosztály bevonása a bűn és baleset megelőzésbe, az áldozattá és elkövetévé válásuk csökkentése, valamint az óvodapedagógusok, pedagógusok képzése, a szülők tájékoztatása, valamint konfliktus helyzetek megoldási, kezelési lehetőségeinek bemutatása. Ezt követően Boldizsár Ildikó pszichológus előadását hallgathatták meg a jelenlévők. Nagyon fontos, hogy egy kisgyerek tudja kezelni a saját érzéseit, fel tudja őket ismerni, nem csak önmagában, hanem egy másik emberben is, hiszen akkor tud jó kapcsolatot kialakítani a világgal, hogyha az érzelmeit tudja kezelni, és tud arról, hogy egy emberben milyen érzések keletkeznek bizonyos történések kapcsán. Végül Bozóné Szabó Ildikó, a Szabadság téri óvoda vezetője tartott előadást Ovizsaru hódmezővásárhelyen címmel.